Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A dalszerző az első. Artisius. Új nap, új dal, új energiák. Ma négy igazi művésszel találkozom a stúdióban, akik biztosan határozott elképzelésekkel érkeznek majd. De vajon hogyan jön ki egymással a slágergyáros zeneszerző Rakoncai Viktor, aki teniszpartink után nagyívű szerzeményt komponált, a színházi multitalentum szövegíró Vecsei Hasi, aki városi növényekről írta a szöveget, a külföldi karrierjét építő producer Kozma Kata, aki trendi nemzetközi hangszerelést adott a dalnak, és közben a menhelyi kutyusokról sem feledkezett meg, és az együttesével nézettségi rekordokat döntögető énekes Szakács Gergő, akinek répái talán már szárba is szökkentek legutóbbi találkozásunk óta. Látványos ember koktél, de vajon fogyasztható-e? Futár, stúdió nap. Nem az a dolgom, hogy én zenéjek, hanem az a dolgom, hogy összerakjam azt, amin az elmúlt hetekben dolgoztam. Ma van az a nap, amikor találkozunk zeneszerzővel, szövegíróval, producerrel és énekessel, és összerakjuk a dalt, ami egyelőre még az éterben szanaszét itt-ott van. De estére össze kell állni a dalnak, úgyhogy szólok is a zeneszerzőnek, hogy jöjjön elő rejtekéből Rakoncai Viktor, szembesül mindjárt Vecsei Hasi szövegével. Zeneszerző, Viktor, itt vagy? Halló, itt Viktor a zeneszerző, mi újság? Itt várlak fönn a fekete zongoránál. Akkor indulok is. Szevasz! Emlékszel még a dalodra, amit írtál? Valami rémlik, igen. Itt van a dalszöveg. Wow. De még nem mutatom meg, foglalj helyet kérlek. Mert akkor minek jöttem? Hát azért, mert mindjárt megmutatom. Tessék, lakossági virágoztatás. A dal címéről, ami a lakossági virágoztatás, arról azt gondoltam, hogy picit félre lett értelmezve a zene. Ránézünk? Hát nekem magasra írtad a dalt. Nem, nincs ez magasra, ne viccelj. Csak fény és csend van. Egy virág néz egy régi ablakban. Innék, ezzel azonosulni tudunk, nincs karom. Lesnőt, mornövényt, ezt akarom. Mez, lent. Kis gangokon ázok, macskák teraszán. Jó. Kasbó cigarettázok, virulok a más szárán. Fény kell és víz, virág, hogy egyedül ne légy. Fény kell és víz, virág, hogy Pesten élhessél. Vágyom a virág, hajlam. Ezen én is nevetni tudom, ezt nem tudom. Hajlam a csendet. Hajlj bekezdeni. Vágyom a virág, hajlam. Hajam a csönded is a dalban. Oh, kis víz, hogy egyedül ne légy. Aha. Jaj, jó, te diplomatikus vagy. Meg lehet ezt csinálni? teljes őszintességgel. Érdekes. Aha, anyám hát, is ezt tanította. Anyám azt tanította, hogy ha valamitől hányok vendégségbe és nem bírom megenni, akkor egy falattal a számba azt kell mondani, érdekes, köszönöm, jól laktam. A címe nagyon tetszik, lakossági virágoztatás. Ez a sláger cím. Igen. Szerintem hallja az ember, hogy a rádióban azt mondják, hogy és most mindenkinek, aki szereti, Nagy Mágolcsra Dombóvárinénak a lakossági virágoztatás. Igen, hát végül is az volt a cél, hogy egy slágert csináljunk. Fiúlány, szakember, fiatal idős. Aha. Szerintem lány. És szerinted írt már szöveget? Hát ezt.
Hát nem mi fejtegessük tovább, hanem akkor tényleg behívom, hogy szólsz. Mire gondolt a költő? Mire gondolt a költő? Ki a költő? És már miért? Szövegíró, várunk fenn a fekete zongoránál, ha itt vagy, kérlek, elváltoztatott hangon válaszolj, hogy jössz. Jövök, vétel. Együttműködő ebben a tréfás játékban. Szevasz! Cső! Egyáltalán nem ismeritek egymást? Még nem? Nem. Vecsei H. Miklós, Rakoncai Viktor. Rakoncai Viktor. Jaj, ennek nagyon örülök, amikor nem ismeritek egymást. Szevasz! Örülök, hogy látlak. Mennyire nyitottan érkeztél arra, hogy ez azért még így változhat? Nyitott vagyok minden is. Gyere, légy szíves, te tudsz énekelni? Annyira, mint te nagyjából. Húha, ezt most hogyan kell értelmezni? És hogyan kell értelmezni? Mindjárt kiderül. Azon gondolkodtunk, hogy most... Tehát a virág énekel, egy magányos virág énekel magáról, aki már... Tessék, már nem egy mai virág. Nem. Vagy hogy kell értelmezni? Én se úgy értelmezem, hogy ez a virág, hanem mert ez... Mert hogy innék, nincs karom. Hát, hogy... Tehát érted, akkor ezt úgy értem, hogy ott vagyok a alternatív. Tehát ezt nem kell reálisan, nem kell reálisan érteni ezt a szöveget. Jó? Itt értem, hogy itt két világ fog össze. Ő ahhoz van szokva, hogy az emberek értik a dalt, de én szerintem az nagyon jó, hogy ez egy elemelt, ködös, meghatározhatatlan alany. Én alapvetően az alternatív zenét szeretem. Bár amit én hallottam zenét, az inkább egy poposabb, egy olyasmi, ami miatt manapság kevesebbet hallgatok rádiót, de azt gondolom, hogy ez a kettő, ha találkozik, akkor talán kihozunk valami új olyan dolgot, ami nekem, engem is fejleszt. Sütemény? Viszont akkor nem miattam nem hallgatsz rádiót, mert az én dalaimat mostanában nem játsszák, úgyhogy. Ja. Jó van, ne egózzunk. Az, hogy sokat hallgassanak egy számot, az nem inspirál. Az inspirál, hogy hallgatnak egy számot, és ennek hatására valami történik. Valami kicsit változik. Elmeséled akkor, hogy mire gondoltál? Egy olyan életérzést kell átadni, ami szerelmen és egyéb fontos és komoly érzéseken keresztül végül is azt a sugallatot adja, hogy az én megfejtésem az, hogy legyen virág otthon. Uh-huh. Aranyos. Nem, hát így ez tetszett. Nyilván amiatt, hogy úgy dolgozott mindenki, hogy senki nem tudta másikról, hogy milyen lesz a stílus és az irány, így nagyobb volt az esély annak, hogy bejön úgymond a hibapont, hogy nem tökéletesen stimmel a zenéhez a szöveg, ezért kellett dolgoznunk a szövegen egy kicsit. Lesz nőtt mornövényt, ezt akarom. Itt álljunk is meg egy picit. A lesz. Ez lesz? Lesz. Ez az angol szóját. Lesz nő, tehát kevesebb nő, mornövény. Ezt egyébként egy nagyon becsülöm, mert ez itt a more. Ez írott, olvasott szójáték is. És a szilma spilt Mozart fénykel is. Jó, itt akkor egy pillanat rájön. Itt az, hogy spilt, ezt hogy értjük? Igen. Ez úgy, hogy a szilma Mozartot játszott, igen. Vagy... A szilma Mozartot játszott, igen. Igen. Igen, itt azokra az emberekre gondoltam, akiket elhagyott egy virág nevű nő valaha, és még éreznek iránt a nem tiszta érzelmeket. Ők hányan vannak? Nagyon sokan. Na, ők biztos meghallgatják a dalunkat. Hát remélem. Ezt fogjuk folytatni, de meg kéne hallgatnotok, hogy mit csinált ebből a producer. Dexter, kérlek, indítsd el az új verziót. Fiatal a producer. Erre a típusú hangszerelésre én még nem hallottam úgy ráénekelni senkit, hogy engem megérintsen. Vagy azt érezem, hogy személyes. Vágyam a világ, hajlom. Várj, itt el van csúszva valami. Na jó, mindegy, köszönöm. Aha. Oké. Okay. De mit szólsz hozzá, aki már ugye elmondtad, hogy nem annyira ez a popos világ, hát azért igen, ismeretlen zenei kultúrával találkoztam most, és nem tudom elképzelni rá ezt a szöveget egyelőre. Tehát itt pont lesz jó szerintem. És ebbe bízom, hogy ez valamit kiad. Na, eljött az érdekes pillanat, amikor jön a producer. Producer, ha hallasz, elváltoztatott hangon jelezd, ott vagy? Igen! Oké, akkor várunk ide fönn. Gyere a fekete zongorához. Jövök! Fiúlány. Van egy tippem. Monogramja KK. Nem mondok én semmit. Na. Hello. Gyere. Hello. Valójában eltaláltad. Igen. Képzeld el, lebuktál. Komolyan? Nem.
Szia, Lecsei Miklós. Szia, Kozma Kata. Hello. Szia. Hello. Szia. Mi már ismerjük egymást. És hello. Dolgoztatok is együtt? Igen. Ah. Direkt úgy írtam meg, hogy egy modern dalt szerettem volna belőle, és ezt tovább is fűzte a Kata. Neki oké. Okay. Ő kicsit más zenei világból jön, és máshoz van szokva, nem is annyira hallgat mai popzenét, és megpróbáltunk ráénekelgetni, és szerintem vannak nagyon jó részek. Megpróbálunk erre megint ráénekelni? Erre a részre is? Megnézhetjük, hogy hárman énekeljünk? Négyen? Ez nem intro, ugye? Hanem te is rögtön belekezdtél. Igen, belet. Még nincs karom, lesz nőtt mor növényt, ezt akarom. Még nem vagyunk egy bolyben. Hangokon ázok, virulok a más szárán. Fény kell és víz, virág, hogy egyedül ne légy. Fény kell és víz, virág, hogy Pesten élhessél. Vágyom a virág, hajlom. Aha, beleszólt, de igaza van. És én... Melyik részbe kapom azt a részt, ahol bejöhetek és mondhatom, hogy állok a lakótelep közepén és nincsen virág, szeretném, hogy zöldem legyen a világ. Azt majd egy másik. Azt egy másik. Nem, azt megoldjuk. Jó. Alapvetően arra voltam nagyon kíváncsi, hogy ki lesz az énekes, hiszen nem mindegy, hogy ki énekli a dalt, fiú vagy lány, milyen típusú hangja van annak az előadónak. Énekes, ha ott vagy, elváltoztatott hangon szólj. Igen, sietek. Gyere föl, a fekete zongoránál várunk. Az énekes? Wow! Szakács Gergő, follow the flow, gyere! Hello! Egyszerűen nekem furcsa, hogy tudok találkozni három olyan emberrel, tulajdonképpen szakmán belül, akiket nem ismerek, de szikerek. Közelíts hozzájuk, nem akarlak titeket elválasztani, hiszen már egész nap együtt fogtok dolgozni. Akkor Dexter, kérlek szépen megint hallgassuk meg. Még kell is víz, virág, hogy egyedül ne légy, fel kell is víz, virág. Hát őszintén szóval otthon nem gyakoroltam a szöveget, én reméltem, hogy tudunk rajta csiszolni. Fény kell és víz, virág, hogy Pesten élhessél. Vágyom a virág, hajlom. Ez tetszik. Ez a jó. Yeah. Így milyen érzés a szöveg, ahogy megjelenik valakiben, aki ráadásul egy ilyen hangú férfi, milyen érzés? Jó, kíváncsi vagyok. Folytassuk. Én azt mondom, hogy most a prózodiát kéne rendbe tenni. Főleg, hogyha neked is szöveg. Maradjunk a zongoránál először. Szöveg kérdés van? Vagy menjünk végig a szövegen, aha, szóról szóra. Igen. Jó. Én addig viszont kimegyek, és ott végig kell mennem. Onnan nézem. Igazából a polcokon végig kell mennem, törlő, rongyal, megtisztítóval. Szólj, ha kell. Dolgozzanak csak a művészet. Tök különböző zenei világból jövünk mindannyian, és ahhoz, hogy összeálljon a dal, ahhoz muszáj volt egy-két kompromisszumot kötni szövegileg is. Az, hogy ebben van mondjuk humor, azt mondjuk hogy tudnám én átadni? Hát ezt szerintem inkább ilyen dallam. Ja, alapvetően változtatással lehet max. Mert ugye az az igazság, hogy poént szeretnél egy olyan dallamra, meg egy olyan érzésre, ahol egyébként nem poén van, hanem egy kiábrándultság, egy az, amikor ülsz otthon, fogod a fejed, és tehát igen, igazából a verze ez a rész, érted? Zeneileg. Igen. És ezért nehéz egy picit megvalósítani, hogy neked átjön az a poén, de lehet, hogy... Én pont ebbe akartam a poént, mert én is azt hallottam, hogy az illene ez a számhoz, hogy esik az eső a városban, sétálok egyedül, csak rád gondolok, tehát ez volt a hangulata. De valahogy én mégis ezt a jelentést akarom, csak ezzel a szöveggel. Igen, csak hogy én arra gondolok, hogy annyira nem tudod elviccelni, mert akkor leesik. Valami, bizonyos szintig lehet csak. Meghallgatjuk és hallani fogjuk, hogy kijön-e. Aha. Na nézzük meg akkor. És csend van. Egy virág néz egy régi ablakban. Innék nincs karom. Lesz nőtt mor növényt, ezt akarom. Ezt akarom. Igen. Nagyon igen, jó. Akarom, hanem. Annyira jó. Tényleg nem szöszölésből. Igen. Szóval én azt akartam mondani, hogy nekem és most megpróbálom konkrétan megfogalmazni, hogy mi a bajom a mai rádiós lágerekkel, és miért tartom őket rövid életűnek. Engem ez a hajlítás kultúra engem nagyon megzavar, mert azt gondolom, hogy
nagyon nehéz őszintén énekelni, hogyha minden sor végén hajlítás van. De itt nem nincs hajlítás, itt nem lesz. Tudom, csak hogy sokszor próbálnám meg azt, hogy beleállni a mondat végekbe. Aha. Férfiasan. De szerintem az nagyon musical-es. Szóval én meg utálom az olyanokat, ami ilyen tök egyenes. És szerintem, igen. Tehát pont a kettő, igen, a Viktor pont úgy írta meg, szerintem igen, hogy a kettő között van. A színházi emberek azok teljesen másképpen állnak a zenéhez, és igazából ennek köszönhető szerintem ez a hajlítás gyűlölet. Én sem azért hajlítok, mert imádom a hajlításokat, hanem egyszerűen ilyen stenket érzek az adott dalban. Egy nagyon fontos szakmai feladatot szeretnék megcsinálni. Én ezt a pillanatot szeretném megörökíteni. Próbálom, most nem nektek foglalkozom, hanem a tokámat, a kopaszságomat és a nagy orromat próbálom kiszerkeszteni belőle. Akkor most... Még hogy tokám ne legyen rajtam. Tokahontas. Thank you. Na, tényleg simán szeretném, ha meghallgatnánk most, akkor legalább eddig, amíg megvan. Gergő, itt marad, mi meg menjünk át a stúdióba, jó? Ja, hogy úgy. Gyertek szépen, libuskáim. Most dől el, hogy ki hol foglalja el a helyét, és igen. És igen, és megtörtént. Rakoncai Viktor a háttérbe húzódott. Hallottok? Igen. Próbáljuk meg. Csak fény és csend van. Virág néz egy régi ablakban. Innék nincs karom. Nice. Lesz nőtt ma a növényt, ezt akarom. Eddig vagyunk? Aha. Menjek ki. Gyere, aha, gyere, ha már ilyen jó belejött egy gyerek. Én most azt mondom, hogy a szövegről beszéljünk az érett sort. Szerintem. Fú, de jó lesz ott bent. Én a Gergőtől szeretném elsősorban megkérdezni, hogy eddig, ameddig most énekelted, eddig oké neked? Nincs rossz érzésed valamelyikkel kapcsolatban? Hát van. Még. Én szeretem amúgy az alterep szövegeket, csak nem erre a dalra. Az jó, hogyha a szöveg egy picit máshonnan táplálkozik, mert lehet egy érdekes vegyület, de most ebben az előadás módban minden olyan dolog, ami picit viccesebb, az nekem így leesik. Most én teljesen értelek titeket, szerintem most az első felében csak a lesz nőtt mornövényt, ezt akarom, szóval csak az, ami kvázi vicc maradt, de azt én nagyon szeretem. Cool amúgy nagyon ez a sor, nekem is tök adja. Igen, csak itt ebben a részben egy ilyen, amikor úgy minden szétesik. Azt mondjátok, hogy lehet, hogy egy fluorba jobban beleférne, valami fanyarabb, cinikusabb. Olyan dalban, ami amúgy is egy viccesebb dal. Nagyon ragaszkodunk szabályokhoz. Nem, ez nem szabály, ez csak érzésekről beszélünk, tehát nem... Nem arról van szó, hogy már pedig ilyet nem lehet írni. Uh-huh. Én egyszerűen újat akartam. Tehát nekem a pont az tetszett, hogy az olyan típusú dalszövegek, mint amiket én hallgatok, az hogy működne egy popszámra. Ezt a gesztust, ezt kérem, ne üljük ki teljesen, mert a dalfutár nem ezt ígérte a szereplőinek, persze, hogy mindenki önmaga lehet. Nekem tetszik az, hogy elrugaszkodunk, csak hogy azt kéne megtalálni, hogy mi az a határ, amin belül még működik, és nem esik le a dalról. Még annyi, hogy ugye a virág szó, az ugye rögtön egymás után kétszer szerepel, hogy mennyire vagy nyitott arra, hogy esetleg azt a virág szót a második verszakban kioffoljad. Ezt már mondtam a Viktornak és Andrásnak, hogy ez azoknak a férfiaknak a monológia, akiket elhagyott egyszer egy virág nevű lány, és még táplálnak felé nem tiszta érzelmeket. Uh-huh. Ne hagyd magad! Én ezt elengedem. Szerintem én ne engedj mindent el, azért, mert többen vannak. Dehogyis, hát alig engedtem el valamit. Én mindenre nyitott vagyok, csak nem biztos, hogy van elég tehetségem gyorsan szöveget írni, de igyekszem. Elvonulhatok én? Persze. Igen. Egy 20 percre, persze, addig persze. Te dolgozzatok ezen. Színészileg szeretek ösztönösen dolgozni és improvizálni, de a szöveget kell írni, főleg a dalszövegeket egy fix zenére, akkor nehéz ilyen gyorsan. Én kicsit felelősnek érzem magamat, mert egyfelől neked azt mondtam, hogy szabadon és bármit, és én értem, meg közben őket is értem. Én abszolút értem őket, és szerintem én lehet, hogy makacságból átlendültem a ló túlsó oldalára egy-két szövegrészlettel, és azokat most értem, hogy mi a feladat. Nem szabad vicceskedni, kicsit lehet, hogy egyszerűbb szövegeket kell most választani egyébként a általad néha kedvelt szójátékok mellé. Én arra vártam, hogy ráérezzen arra, hogy mi az a mezzje, ami
kicsit alter, kicsit különleges szöveg, de működik a dallal. Na, gyerekek, lakossági virágoztatás történik most. Hoppá! Meg vagy? Szabad elocsolni? Hát nem köszönöm. Tudom. Köszönöm. Na, gyertek, nézzük meg az a dallamra. Mert előről? Ültes növényt, úgy legyen magány, várd a fényt, jöjjön el. A tavaszt már nem felejted el. Nice. Kicsit elvont, kicsit alter, de mégis populáris, és tényleg egy tök jó szöveg lett belőle. Jó, én ezzel így kiegyezek, ha ti kiegyeztek. Nagyon ügyes vagy! Szerintem készítsünk hangfelvételt. Igen. Megyek. Sajnáltam szegényt, mert 3-1 ellen volt tulajdonképpen a vélemény, és ez bármennyire is igyekeztünk nem támadóak lenni, azért ez az embernek rosszul tud esni, és respektáltó, ahogyan ezek után ő helytállt. Ez olyan, mint hogyha a lovasi az első dalszövegét 15 éves korában megmutatta volna a nagypapájának, vagy a nagymamájának, és az így az értelmetlen részeket így kihúzta volna, és így odaírta volna szépen magyarul. Nem volt értelmetlen részek. Nem. Ez tök jó volt, amit írtál, csak sajnálatosan... Hallatok? Ők győztek. Igen. Mert? Csak fény és csend van, egy virág néz egy régi ablakban, innék, de nincs karom, lesz nőtt ma a növényt, ezt akarom. A karom az mindig hajlítva volt, és tök szép a vége díszítés, de most az van, hogy 4 sorból 3-nak díszítés a vége. Szűk. Jó, egyszer felhasznál, Léci, úgyhogy nem hajlítod meg a sor végeket. Amit Hasi megjegyzett, hogy túl sok a hajlítás, az még nem is hajlítás. Tehát nem ott kezdődnek a hajlítások. Ezt nőtt ma a növényt, ezt akarom. Erre gondoltam. Uh-huh! De ugyan jó így. Na és közben meg kurva jó a hangszín. Sok mindent felvettünk már. Eltelt a délután, szövegben megnyugodtunk. Szerintem énekeljük fel egy olyan véglegesre. Ahhoz viszont egy dolog kell. Akkor mi a cím? Mert ugye ez úgy indult, hogy lakossági virágoztatás. De akkor mit szólnátok hozzá, ha adnánk egy címet, hogy megállapodnánk? Hm? Yeah. Szövegíró, aki címet szokott adni. Akkor lehet virághajlam. Virághajlam? Yeah. Nem beteges egy kicsit? De. Hát de legalább érdekes. Na jó, akkor Gergő, egy utolsót kérünk szépen még tőled, jó? Csak fény és csend van, egy virág néz egy régi ablakban, innék nincs karom, ezt nőtt ma a növényt, ezt akarom. Kis gangokon ázom, macskák teraszán, kaspó cigarettázom, senki nem verem. Fékel és víz, virág, hogy egyedül ne légy. Fékel és víz, virág, mert együtt nem elég. Lakás, plakát magány, ültes növényt, úgy legyél vagány, várd a fény, jöjjön el, a tavaszt már nem felejted el. Virágzik a város, de senki nem néz fel. Együtt nem elég.
de nincs karom. Lesz nőnt, hol növény, ezt akarom. Fény kell és köszönjük, víz. Köszönjük, Gergő. Szép munka. Tulajdonképpen mindent elsőre fölnyomott, nem? A többi, körök. Cső, 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 cső. Figyeltek, nagyon szépen köszönöm. Cső. Nagyon keményen dolgoztatok. Volt egy nehéz pillanat. Szöveg, hogy legyen, mint legyen, de túlugrottatok rajta. Nagyon szépen, békességesen. A dalt be kell jegyezni. Szerintem legyetek 25-25-25-25%-os szerzői ennek a dalnak, mert ez nem egy hagyományos módon létrejött dolog. Benne vagytok ebbe a szokatlan dologba? Akkor viszont gyere, légy szíves, és menjünk be az Artisius szírrendszerébe, neked ahhoz van kódod, nem? Van. Mit is mondtunk dal címnek? Virághajlam. Virághajlam. Figyelj, ezt mindjárt befejezzük, jó? Yeah. Ezt kicsit hagyjuk abban, mert van egy igazából sokkal vidámabb ajándékom a számotokra. No. Mint egy megörökíteni ezt a mai napot. Hát gyerekek! Már aranylemez a dal. Én megelőlegeztem. Oh, az aranylemezt. Ó, ne! Nekem nagyon szimpatikus volt a csapat, és mindenki nyitott volt, chill volt, tehetséges. De jó. Énekes úr. Örülök a mai találkozásnak. Gergővel abszolút el tudnám képzelni, hogy a jövőben dolgozunk közösen egy dalon. Aláírjuk egy mindent. Persze. Szeretettel? Nagyon modern lett a végeredmény, kifejezetten különleges azáltal, hogy más világok találkoznak benne, és valószínűleg enélkül a műsor nélkül soha nem született volna ilyen jellegű dal. Én nagyon hiszek abban, hogy négyen együtt csinálunk valamit, és ez egymásra építkezik. Szerintem egész jó lett. Na kérem, akkor vegyük át, mi kell egy jó dalhoz. Pár jól irázott szerva, néhány boros üvegnyi színház, némi amerikás íz, jó termőföld a hajlításokhoz. És persze kell még négy tehetséges és együttműködő csodálatos alkotó. De mindenek előtt fény kell és víz. Samsung. Artisius. Supersize Recording. Megy a Dalfutár Channel hétről hétre új epizódokkal. Az Instán is követhettek minket, Dalfutár hivatalos, oda képeket rakunk a forgatásokról, amik esetleg nem kerültek az adásba. Hetente egyszer pedig a nagy pillanat, amikor a Dalfutár új epizódja kikerül, úgyhogy iratkozzatok fel, keressétek a Dalfutárt.